A legnagyobb előnye a totemnek az, hogy nagyon kevés fával tudsz bográcsozni. Nézzétek meg, körülbelül ennyi fával egy komplett pörköltöt el tudtok készíteni. És mi kell hozzá? Kell a fa. Kell a hozzávaló, ami a bográcsban van. A totem az itt van. És a tűz az ingyen van. Kellő mennyiségű fát pedig nem nehéz hozzászerezni. Igazából akkor minden megvan ahhoz, hogy tudjatok egy jót bográcsozni. Mivel zárt az égéstér, ezért a szikra, a parázs, akármilyen szél van, nem tud kikerülni, minden itt marad belőle. Mivel a meleg levegő koncentráltan megy a bográcsra, ezért igazából az étel hamarabb is elkészül, mint hogyha egy szabadtéri bográcsozón bográcsoztok. De ha nem is az időt nézzük, hanem azt, hogy magát, hogy bográcsozunk, és a totemmel bárhol tudunk bográcsozni. Ha jön egy rossz idő, napsütés van, akár a szél fúj, tényleg olyan védett helyre át lehet tenni nagyon egyszerűen, akár két ember megfogja, és már viszi is a helyére. Nagyon fontos, mivel zárt az égéstér, ezt a totemet akkor is be lehet gyújtani, amikor tűzgyújtási tilalom van. Nagyon egyszerű vele bográcsozni, csak a fa kell hozzá, a bográcsba bele való ételek, gyújtani, és már lehet is.